A bajnokság második fordulójában a Szolnok látogatott a Pancho Arénába. A vendégek jól kezdték a meccset, az első percben megszerezték a vezetést, miután Kovács Olivér egy jó csel után lőtt a 16-os elől középről a kapunk jobb oldalába. Két perccel később már 1-1-et mutatott az eredményjelző. Egy jól felívelt szabadrúgás után Márkvárt passzolt a jobb alsó sarokba 10 méterről egy visszafejelt labda után. A miénk a gól után átvették az irányítást, és a 20. percben már nálunk volt az előny. Sándor György cselezgetett a 16-oson belül, visszagurított Óvárinak, aki jól passzolt a hosszú oldalon érkező Pekár elé. Támadunk 1 méterről gurított a jobb alsóba. A második félidőt újabb találattal kezdtük. Óvári lépett be a védők mögé Sándor indítása után, Tóth Balázs Tamás a 16-oson belül buktatta támadónkat. A büntetőt Pekár értékesítette. A 81. percben a semmiből talált gólt a Szolnok egy kapus hiba után. Tóth László kapott labdát a 16-os jobb sarkánál. A rövid alsóba tartó lövése Gőce keze mellett vágódott a kapunkba. Nem sokáig reménykedhettek az egyenlítésben a vendégek, két perccel később ugyanis Makrait buktatták. A 11-est Sándor váltotta gólra, beállítva ezzel a 4-2-es végeredményt.